látvány világát éljük. Soha nem látott az ember olyan messzire, olyan mélyre, a mikrovilág belsejébe, a makrokozmosz távlataiba, mint ma. Soha semmi nem szűkítette le úgy a világot, annak a méreteit, az időkorlátait, mint maga a modern távolbalátás, a televíziózás. Sokan úgy vélik, hogy a kereszténységtől idegen a látás, a látvány, a láttatás. Ezért elleneznek mindent, ami nem tradicionális igehirdetés. Röviden hadd lássuk ennek az ellentétét a Bibliában és az egyház történetben. A Biblia szerint a teremtésben Isten láttatja szeretetét. Nem más a teremtés, mint az Isten öröktől fogva létező szeretete, amelyet kivetít, mint egy ernyőre. Ezt azért is merem így elmondani, mert maga az Isten is szemlélődik, és ez föltűnő a teremtés történet, a teremtés prédikáció leírásában. Látta Isten, hogy jó. Az Ószövetség később nagyon szigorúan tiltja az ábrázolást, ne csinálj magadnak faragott képeket. Itt azonban nem arról van szó, hogy semmit nem lehet szemléltetni, hanem ne akarjuk Istent emberivé, emberformájúvá faragni. Később a proféták, akiket látóknak neveztek, sokszor jelképes cselekedetekkel hirdették Isten akaratát. Gondoljunk arra, hogy Jeremiás jármot vesz a nyakába, és úgy jár Jeruzsálem utcáin, ezzel szemléltetve, hogy milyen rabságra jut a nép. Az új szövetséget úgy is lehetne mondani, hogy a látás szövetsége, mert ez az Isten, aki láthatatlan, aki elrejtőzködő Isten, most láthatóvá lesz, megjelenik. Ezt legszebben János evangéliuma fejezi ki, amikor azt mondja, az ige testélet és lakozott mi közöttünk. Az ige testélet látható lett. Jézus Krisztus rendkívül szemléletesen beszélt, tanított. Tehát az ő életére is jellemző volt, hogy ő nem csak ő maga Isten megváltásának a szemléltetése, nem csak ő a látható Isten, hanem ő maga is úgy beszélt, úgy prédikált, úgy tanított, hogy szemléltetett. Pál apostolnál találunk egy gondolatot, ami szerint mi csak tükör által homályosan látunk, és a hit hallásból van. Azt is hangoztatják sokan, és igazuk van, hogy több a hallás a látásnál. Mégsem zárkozhatunk el a látás ajándékától, mégsem fordulhatunk el a láttatás feladatától. Gondoljuk el, hogy Jézus Krisztus nyilvános kivégzése egyáltalán nem volt logikus. Isten azt akarta, hogy egy forgalmas útkereszteződésben sokak szeme láttára történjék mindez. Olyan volt ez, mint egy kifordított szenté. Az a szentek szentje, ahová a pap egyedül mehetett csak be, és egy kárpit takarta el a kíváncsiskodó szemek elől. Ez a kárpit ketté hasadt akkor, amikor az Úr Jézus a kereszten meghalt. A középkorban a kereszténység nagy egyházán nőtte ki magát. Nagy tömegekhez szólt. Sajnos persze nem anyanyelven. A hit leleményessége azonban nem ismer határt. A nagy templomok falfestményei áthidalták az anyanyelvi nehézségeket. A Biblia pauperumnak nevezett ábrák tanították az írni, olvasni nem tudó sokaságot a Biblia üzenetére. Reneszánsz lehetővé tette az eredeti nyelvek magas szintű ismeretét. Az eredetiség felé való fordulás jelszava lett ad fontes. A másik oldalon pedig az így visszanyert eredeti szöveget a reformáció áttette anyanyelvre. A bibliafordítás pár év alatt úgyszólván divattá lett egész Európában. A korszak egyik csodálatos médiája, a nyomtatás elemi erővel hatott. Bizonyítja ezt a vándornyomdászok megjelenése. Az ember szinte csodálkozik, ha elmegy Vizsolyba, és arra gondol, hogy fél évezreddel ezelőtt ez a kis falu egy világhírű nyomtatás helyszíne volt. Ott adták ki a Vizsoly Bibliára keresztelt Károlyi Bibliát az 1500-as évek végén. Bár itt-ott a reformáció radikális szárnya képrombolásba kezdett, a templomi festmények, oltárképek új életre keltek a reformáció korában. Ki ne ismerné Lukács Cranach festményeit? Az ő oltárképei már prédikálnak, méghozzá a reformáció a protestantizmus jegyében. Itt már a bibliai történetek alkalmazása, az igai üzenet kerül előtérbe.
Az az egyház, amely még a középkorban, a reformáció idején, de még később is élen járt a kultúra, a művészet művelésében, és a legmodernebb korabeli technikát használta föl mindehhez, a felvilágosodástól kezdve egyre inkább visszavonulásra kényszerült. Az elvilágiasodás következtében elszegényedett. Látható lemaradást eredményezett ez az elszegényesedés a médiák területén is. Mindezekhez jött a mi régiónkban az ideológiai elnyomás, az ateizmus. 2 éve egy egyház és a médiák című előadáson a Sonda Ipsos intézet statisztikai kimutatása szerint az egyházak, a kereszténység a média vonalán kiemelten hátrányos helyzetbe kerültek. Ebből a hátrányos helyzetből kezd most fölemelkedni a magyarországi kereszténység. Egy évtizede a televízióban is megjelenhetett az egyház, de most már közel 20 csatorna között válogathat a néző, aki átlagosan 4-5 órát ül a képernyő előtt naponta. József Attila 1935-ben még ezt írta: lehunja kék szemét az ég, lehunja sok szemét a ház, dunna alatt alszik a rét, aludjál szépen Kis Balázs. Ma azonban el kell, hogy mondjuk, hogy Kis Balázs nem alszik, mert 20 egynéhány csatorna közül válogathat, ezért igaza van Greggiónak: szemétté lett a tévé, mérgezi az agyat, félre neveri a családokat, elbutítja a gyermekeket. Televíziózási szokások felől kérdezgettük riportalanyainkat. Nekünk a kereszténység volt az európai programozási szféránk. Amikor mi örültünk 10 éve, hogy a nem egy vagy két tévéadó fogható, nincs, akinek ne okozott volna óriási csalódást. Ez a szabadság. Annyi kereskedelmi csatorna van, hogy annyi fajta műsor van, hogy bőven lehet válogatni. Van 6 gyermekünk. Ők úgy mindenevők lennének, hogyha a tévét néznénk. Hú, nagyon sokat tévéztem kiskoromban, tehát úgymond tévé előtt nőttem föl. Inkább hétvégén az, amikor a könnyed szórakozás ideje eljön, és akkor nézek többet tévén. Fú, hát mondjuk én speciál sokat nézem a sorozatokat is, de hát szeretjük az ilyen akciófilmeket. Hát vannak műsorok, ami az embert egy kicsit felpörgeti. Hát én csak időjárást, esetleg este híreket. No, Gazdakör van Dunán, azt szoktunk nézni, és most ezt a szappanoperákat, ha nézem. Hétköznap a hírműsorokat szoktam megnézni. Hozok egy tálca kaját, és akkor nézem a tévét, nem tudom, hogy mit. Én sci-fi sorozatokat szoktam nézni. Csak este van bekapcsolva a tévé, 5-8-ig körülbelül. Mit szól az agresszióhoz? Hát szeretem. Szombaton, vasárnaponként a mese megy nálunk, azért kell még egy tévét venni. Fiam 10 éves, és bizony, mikor agresszív filmet látom, mikor én nem vagyok oda haza, a kislányom próbálja ki. Nem csak a brutalitás, hanem az egyéb módon való hamis, nem is befolyásolás, hanem az emberi szintünk olyan mértékű degradálása, olyan mértékű lenézése a publikumnak, ami néha már iszonyúan sértő, fáj. Nekem hatalmam van a média fölött. Én egyetlen egy kicsi kis új mozdulattal ezt a hatalmamat gyakorolni tudom. Elmondhatjuk, hogy igaza volt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa felhívásának: Értéket a képernyőre címmel. Aggodalommal és növekvő elégedetlenséggel figyeljük, hogy a képernyőn sok az erőszak, a pusztítás, a félelemkeltés, a pornográfia, az embert megalázó helyzet, bármelyik csatornát is kapcsoljuk. Több bibliai és emberi értéket, humánumot kívánunk látni a képernyőn. Felszólítunk minden nézőt, csatlakozzon felhívásunkhoz. 1998. március 12. Kevesen foglalkoztak még olyan fölméréssel, amelyik a vallásos műsorok fogadtatását elemzi. Tulajdonképpen most egy kapásból egy vallásos műsort sem tudnék mondani, amit valaha is megnéztem. Hát ritkán nézem, azt jónak tartom, végül is ott rosszat nem tanulnak a gyerekek a vallásból. Nem érdeklődök ezek iránt, a műsorok iránt. Én általában saját felekezetem, tehát az evangélikus műsorokat részesítem inkább előnyben. Vagy nem köt le annyira, megmondom őszintén, úgyhogy talán unalmasnak tartom. Kicsit vontatottak, ez a véleményem. Szóba kerül az, hogy vallási műsor, akkor szinte tartozikos jelzője ennek az, hogy unalmas. Szerintem, hogyha véletlenül van is, biztos elkapcsolom kapásból. Nincsenek megszerkesztve ezek a műsorok. Tehát lehetne egy kicsit érdekesebben, jobban előadni ezeket a dolgokat. Ami vasárnap délután van az Örömhír, azt nem szoktuk nézni. Más időpontban meg még nem igen találtam. A kora reggeli, ami volt régen, az még túl korán van nekünk. Rengeteg vallásos ember van az országban.
érdekli is őket ez a műsor, viszont kicsi a választék, és szerintem az is lehetne egy kicsit átgondoltabb. Szoktam nézni, meg többet is néznék, ha lehetne, de ne legyen annyi múzeum, ezt már nagyon soktól hallottam. Igen. Kezdetben mi is rendszeresen néztük, amikor megjelentek ezek a vallási műsorok. Ugye nagyon egysíkúvá váltak. Hát egy nagy ember kiáll egy templomfal elé, és beszél 15 percet. Túl sok benne olyan híradás, ami az egyszerű embereket kevésbé érdekli, és túl kevés az, ami a lelket érinti. Azokra a problémákra én úgy érzem, nem kapok választ, amik a mindennapokban érhetik az embert. Annyira kívánja az ember, hogy ilyen lelki felfrissülést kapjon, de sajnos amilyen egyházi műsorokat látok én a tévében, azok eléggé üresek. Egyre kevesebb hiteles embert szólítanak meg. Nagyobb, amikor én, akkor mindig ilyen vallásos műsorokat szokott nézni, meg ilyen Isten tiszteltet a tévében, de az ilyen stílusom. Én voltam egy Isten tiszteleten, amikor kint volt a televízió 5 kamerával. Mindig olyan embereket mutatnak, akik éppen ásítoznak, vagy unatkoznak, vagy vakaróznak, és ezeket kiemelik a tömegből, és őket mutatják, és a lényegre pedig csak úgy néha oda villantanak. Fiatal arcokat alig láttam. Ebből azt szűrtem le magamnak, hogy a rajtunk kívülálló azt látja az egyházi műsorban, hogy itt az öreg emberek találkozója. Tömegkommunikáció az, ahol nem egyesek kommunikálnak a tömegekkel, hanem a néző véleményét, igényét is figyelembe veszik. Tömegek kommunikálnak a tömegekkel. Megfigyelhető, hogy a megkérdezettek két csoportra oszlanak, az egyik az abszolút nem akar vallásos műsort nézni, a másik rész pedig örül a 10 éve beindult vallásos műsoroknak. Nagyon jó műsorok mennek, ilyen az Örömhír, vagy a Duna Televíziónak a Szegeletkő című műsora, vagy a Protestáns Világ. De nézzük meg, hogy mit szól a néző, mire lenne még igény. Én nagyon szeretném azt látni, hogy a gyülekezetekben vannak fiatalok, hogy azok énekelnek, hogy színi előadásokat tartanak. Tehát, hogy a való életről szóljon. A fiataloknak szóló műsorokat azt egy kicsit érdekesebbé kellene tenni, és lehetne belőlük egy kicsit több is. Nagyon ritka az élő gyülekezetek bemutatása, ami nagyon fontos lenne. Gyülekezeti tagoknak a bizonságtétele. Ha fiatalokkal csinálnának műsorokat, és mondjuk nem ilyen idősebb papok nyilatkoznának mindig a tévében. Mindig a beszélgető műsorok ragadtak meg. Amikor nem valamitről tanítani akartak, vagy nem csupán beszámoltak valamiről. Olyan riportokat látnék, hogy bizonyos kihívásokra az életben, amik érnek, hogyan védhetem ki. Azokra, akik nem nevelődtek vallásos környezetben, iskolában sem tanultak ilyesmit, azokat kellene valahogy megfogni ezeken a műsorokon keresztül. Ha csak egy embert szólít meg ez a téma, nyert ügyünk van. Olyanoknak kell lenniük, hogy átítassa az életet, a közgondolkodást, a szellemiséget. Én döntöm el, hogy mit engedek magamban. Az ébredésszínű műsort néztük meg, és a felmérések alapján körülbelül 2800 ember látta, és nagyon pozitív visszajelzések jöttek. Nagyon örülök annak, hogy a helyi kábel tévén megy ez az ébredés című műsor. Nagyon nagy szükség van a személyes hangra, és ezekben a műsorokban mi ezt már átéltük, és nagyon-nagyon várnánk ezeket továbbra is. Szombathelyen úgy tűnik, hogy most lehetőség nyílik, hogy kereszténység minél több módon, percben, időben jelenjen meg a képernyőn is. Lenne erre igény, már csak azért is, mert eddig nem volt a városi televízióban ilyen műsor. Fontosak lennének a tematikus magazinok, amelyben már kultúráról, egyházról lehet beszélni. A helyi erőinket, ha összeadjuk, sem elég ahhoz, hogy egy folyamatosságban megfelelő minőséget, vagy megfelelő műsor struktúrát képítsünk, ezért nagyon számítunk arra, hogy készanyagokat, híradásokat, országos, protestáns anyagokat átvegyünk, és beleszerkesszük az itteni magazin műsorba. Az a fajta gondolatiság, ami mondjuk a vallásos emberek életében létezik, felekezetektől független, és azt mindenki szívesen fogadná. A Promédnek az a törekvése, hogy eljusson minden településre, és megpróbálja a médián keresztül átadni azt a sok-sok értéket, amit egy-egy műsorban összegyűjt, mert egy jó kezdeményezés.
próbének az a célja, hogy mindenkinek a kezébe adhasson egy olyan távirányítót, melyen van egy gomb, melynek megnyomására csak tiszta evangéliumot hirdető keresztény műsorok láthatók. Talán ellentmondásosnak tűnik, hogy egy a láttatásról szóló szimpóziumon egy vakkislány a főszereplő. Úgy érzem, az, aki láttatni akar, először be kell, hogy hunyja a szemét. Szluka Lidia, ez a kislány, erről tesz bizonyságot, hogy ő vakon is mennyit lát, és mennyi látást remél. Nézzük meg a Látni színről színre című filmet. Egy francia ember, Louis Braille, még a múlt században találta föl ezt, és a katonák a háborúban így leveleztek egymással, hát akkor még nem volt ennyire leegyszerűsödve ez a Braille-est, hanem akkor több pontja volt, és aztán végül is Louis Braille ezt leegyszerűsítette, hogy a vakok számára olvasható legyen, és tulajdonképpen a 6 pont különböző kombinációiból létrejönnek a betűk. Valami hasonló a kotta is, 9-10 után le van írva a jobb kézből, 9 után a bal kézből, és így folytatólagosan van. És fejből kell nagyon keményen memorizálni, mert nem tudom nézni a kottát közben, tehát nekem ezt fejbe kell tartanom. Most a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolának az ének tanszakára járok, és hogyha elvégzem a konzervatóriumot, ha Isten akarja, sikeres érettségi után szeretnék vagy a Liszt Ferenc Zeneművészeti Szakközépiskolába menni, vagy pedig a Zeneakadémiára. És szeretném megpróbálni a zenetudományi szakot, vagy pedig az egyházzene szakot, az éneklés mellett természetesen. Ő koraszülött volt, úgy született, és születését követő ember maradt a kórházban, és 2-3 hónap múlva közölték velünk, hogy baj van a kislány szemével. Valószínű megsérült a szeme az inkubátoros kezelés közben, és de rögtön tájékoztattak arról, hogy milyen gyógyítási lehetőségek is vannak. Kórházat követően mindjárt elmentünk egy ilyen specialistához Győrbe, ahol megműtötték, de nem tudtak rajta segíteni. És utána megint vittük őt eszembe, de hát nem sok eredménnyel. Nagyon nehéz időszak volt ez. És azt hiszem, hogy lelki segítség vagy támasz nélkül nem is tudtam volna elviselni. Hát elég össze is roppantam akkor, de abban az időben még a faluban a Győri János tisztelendő úr volt a lelkész, és ő nagyon készségesen mellém állt, és egy lelki beszélgetésre hívott el hozzájuk. Elővettük az igét, és olyan igét kaptunk, hogy Isten nem elvesz tőlünk, hanem ad. Ez egy nagyon nagy erő volt nekem, ez a bátorítás, ez a segítés. Bebizonyosodott az, hogy nem elvette tőle a látását, hanem adott neki helyett egy olyan lelkilátást, ami a hasonlókorú gyerekeknél nagyon-nagyon ritka. Amikor kislány voltam, akkor még nem itt laktunk, hanem egy másik házban. A nagyikám is ott lakott, aki a népfőiskolán tért meg, és akkor ő kezdett el Isten felé irányítgatni. Énekeltük minden este az énekeskönyvnek a koráljait, tehát akkor kezdtem el megtanulni a korálokat. És aztán, amikor úgy tudatosan, tehát az értelmemmel fölfogtam, hogy tulajdonképpen mi ez, akkor már nem fogadtam el olyan őszintén ezeket a korálokat, mint egy kisgyermek, hanem elkezdtem azt mondani, amit minden vakember mond a környezetemben, hogy ha Isten van, akkor miért vagyok én vak? És aztán többek között az, amit Pál apostolnak is válaszolódott Isten, hogy elég neked az én kegyelmem. Ez volt az egyik ige. A másik pedig az,
hogy rájöttem, hogy Isten nagyon sok mindent adott, ami sokszorosan pótolja azt, hogy nem látok. Adott egy jó memóriát, hála Istennek. Tehát, hogy viszonylag gyorsan mindent megtanulok, felfogok, és ez nagyon jó. Nagyon-nagyon sok örömet ad. Csodálatos lelkitárs is. Szinte egy húron pendülünk. Még nagyon kicsi voltam, és tanultam járni. Akkor mindig megfogta a kezem, és mindig vezetett. És akkor alakult az ki bennem, hogy bízhatok benne, és hogy mellette nem fogok elesni. Ő nekem nem egyszer mondja, hogy anyu, te nagyon szép vagy. És akkor én mindig mondom neki, hát persze, hát minden gyermek az ő anyukáját tartja a legszebbnek. Vannak olyan vak gyerekek, illetve vak szülők, akik között nem ilyen őszinte a kapcsolat. Mert én már hallottam olyat is, az egyik barátnőmnek az édesanyja, amikor elment valahova, akkor odaadta a nagymamának, hogy hát a vak gyerek ne legyen láb alatt. És édesanyám ilyet soha nem mondott. Ő bevitt a múzeumba, a galériába, mindenhova, és mindent megmutatott, mindent, ha nem is tudtam megfogni, mert hát a képeket azok általában üveg mögött vannak, de elmondta, hogy mit lát, és annyira jól tudja közvetíteni, hogy kialakul bennem egy kép a színekről, arról, ami azon a festményen van, vagy azon a szobron van, vagy... És az érdekes, hogy mindent megpróbál kieszközölni, hogy megnézhessem és érezhessem azt, amit a úgynevezett láttat a normális, idézőjelben normális emberek, és nagyon becsülöm azt, hogy azt akarja, hogy semmiből nem maradjak ki, hogy ugyanazok az élmények, érzések, mindent átéljek, amit egy látó gyerek, és ez nagyon jó. Ő már szerintem minden gesztusomból érzi, ha én például neheztelek rá, vagy esetleg valami nem tetszik, vagy örülök, vagy szomorú vagyok, meg érzi a közeledésemből, a léptemből, abból, hogy hozzáérek. Amikor hozok valami jó jegyet, és rám néz, akkor úgy ragyognak azok a szép szemei, szinte érzem a melegét, a fényét, és olyan büszkék a szemei. És az a másik, hogy az arca mindig olyan fáradt, mert nagyon sokat dolgozik, meg korán kell, és nagyon, szóval nagyon sok mindent megtesz a családért, de a szemében az a csillogás, az mióta az eszemet tudom, mindig ilyen. Nincs senki olyan jó, nincs senki olyan szép, nincs senki olyan, mint az én anyám. Ha bánt valaki más, ő sír is meg. Úgy a fény nem hiányzik, szóval, hogy is mondjam, a fény az életemben Jézus Krisztus. Van egy olyan vágyam, hogy itt a földi világban is lássak, mert jó lenne azért meglátni édesanyát, és a világban vannak szép dolgok, de majd az lesz az igazi, hogy majd ott a mennyben meglátjuk egymást, és akkor színről színre tényleg meglátjuk egymást.